A röplabdások nagy erőkkel készülnek az idei évre, stábunk betekintést kapott a Vitáspolt röplabda csapat edzésére. Az edzésen a játékosokat kérdeztük, hogy miért pont ezt a sportot választották. A hetedikben is akartam jönni, de még úgy senki nem volt az osztályban, aki jött volna velem, és akkor 8. év elején ugye van ez a plusztes is papír, és hát mondták, hogy van sportási lehetőség a gimibe, a röplabda, és akkor mondtam, hogy hát akkor persze, hát a röplabda, anyja is mondta, hogy ő is ide járt, és mondta, hogy itt nagyon jó a röplabda, meg minden, és akkor mondtam, hogy hát akkor menjünk, és akkor egy-két barátnőmet, hogy az osztály, a mi osztályunk, a 10. A, az mindenki majdnem röplabdázik. És akkor így csapatosan így elindultunk, hogy hát akkor megkezdjük a röplabda karriert, ez volt. Most vagyok 10-es, szóval így 2 éve. Körülbelül 1,5 éve, de szeptemberben kezdtem el 2021-ben, és lassan már 2 éve, hogy itt vagyok a Vitásportban. Nagyon megkedveltem, igazából az egyik barátom mondta, hogy van ez az egyesület, és igazából akkor pont nem sportoltam semmit, mert én sokat sportoltam ezelőtt, és gondoltam, miért ne kipróbálhatnánk. És azóta tényleg nagyon beilleszkedtem, és a közösség az tényleg nagyon ott van, és mindent szeretek amúgy ebben. Herczig Gábor, az egyesület vezetője számolt be nekünk a csapat működéséről. Az idei évben ugye a Vitásport és Szabadidő Egyesület idáig strandröplabda sportágban versenyzett. Az előző éveinkre ez volt a jellemző. Ennek főleg az volt az oka, hogy ez kevesebb gyerek kellett, mert egy strandröplabda csapat 2-2 ellen játszik, és ezt fiúkkal is, lányokkal is csináltuk. Főleg nyáron volt ennek a szezonja, de például a múlt hétvégén is volt strandröplabda verseny, egy fiúpárosunk ott volt Budapesten, sátorban vannak versenyek, úgyhogy ők elmentek strandröplabda versenyre, meg most hétvégén is mennek az U18-as fiúpárosaink strandröpi versenyre, tehát ez azért télen is megy. De úgy megnövekedett a létszámunk, hogy elindultunk a teremröplabda bajnokságokba is, az idei évben az U17-es lány, és az U15-ös lánycsapatunk indult a bajnokságba, ez az úgynevezett régiós bajnokság. Az U17-eseknek már több fordulójuk volt, ők bejutottak a felsőházba, a rájátszásba, az U15-ösöknek meg egy fordulójuk volt idáig, ők minden meccsüket nyerték, nagyon ügyesek voltak. Az edző beszélt az aktuális edzésről is, amin jelen voltunk. Ma nagyon sokan leszünk, mert a Diák Olimpiákra készülünk, és az egyesületi röplabdázós kívül még jön a Tolnai Gimnáziumnak a Diák Olimpiai röplabda csapata. A fiúk bejutottak a megyei döntőbe, és akkor ők játszanak egy edzőmeccset a vitálos fiúk ellen, illetve a lányoknál is a 4. korcsoportos, 7. 8. lányok mennek jövő héten a megyei Diák Olimpiai döntőre, ők is gyakorolnak erre. Következő évünket is már tervezzük, tehát a fiúk létszáma is megnőtt annyira, hogy jövőre a fiúkkal is el fogunk indulni a terembajnokságba, az U20-as mezőnybe. Indítjuk valószínűleg a fiúcsapatunkat, meg a lányoknál is még egy plusz csapatot indítunk, ott is szintén az U20-as bajnokságba. A Vitásport Egyesület szeretettel várja azokat a sportolni vágyó fiatalokat, akik strandröplabdázni szeretnének.